Hello mindenkinek, Ryder vagyok, a mai Heroes of the Storm videónkban. Még egy Prisman meccset nézzük meg, ez az utolsó előtt, amit meg fogunk nézni. Ez jelenleg a hetedik meccsem, és ugye ebben, mint ahogy láthatjátok, Sky Temple-ön fogunk ma játszani, de ezt láttátok a thumbnailből is. Szóval, ahogy a szokás, és ahogy nagyon kellene csinálni itt Európában, ez az első dolgom az, hogy köszöntem, és elmondtam mindenkinek, hogy mit szeretnék játszani, milyen pozícióban szeretnék játszani. És volt rá reakció, tehát az a csapat szerintem, aki kommunikál a többiekkel, tehát a csapattársaival draft közben, sokkal nagyobb eséllyel tud nyerni, hiszen már csak abból kiindulva, hogy taktikát tudnak megbeszélni, értitek? Már az rengeteget jelent. Oké, szóval az első ban az Maltael volt. Maltael meglepően problémás tud lenni, maradjunk annyiban. De igazából Battlefield of Eternity gyakorlatilag első ban vagy első pick nyitér, mert egyszerűen annyira nem tudja szedni az immortált. Oké, Tychus-ban. Tehát itt, hogy a Tychus-ban kijött, meg ugye már tudom, hogy mi történt ezzel a drafttal. Rákészülhettem volna, vagyis hittem volna, hogy tényleg így fogunk lenni, de végül teljesen meg fog változni minden. Szóval az első pickünk az egy Genji volt, utána pedig jött egy Varian és egy Xul. Varian szerintem mindig nagyon jó hős. Xul, mondjuk. De látjátok, én már előpikkeltem Uther-t. Ez gyakorlatilag azért történt, mert Uther-nél van a Divine Shield, amivel egyszerűen használhatóvá teszi Genjit. Ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag Genjinek nem kell félnie, hiszen ha rátapakodik a Divine Shield-et, akkor 3 másodpercig abszolút semmi baja nem lesz, vagy 4-ig nem tudom pontosan meddig, tehát a Divine Shield. És ez ott nyugodtan tud Dragon Blade-ezni, mindenféle csinálni, vagy el tud menekülni. Tehát egyszerűen egy Uther Genji szinte megállíthatatlan. Na most írtam a chatben, hogy ezt tudjátok ti is, hogy ne bannuljátok vagy Uthert vagy Régárt, mert valamelyiket fel fogom venni. Ugyanis Régár is hasonlóképpen jó, mint Uther. Régár képes arra, hogy Régár képes arra, hogy ugyebár Ancestral Healálja Genjit, hogyha nagyon nagy problémába kerülne, illetve van rajta egy Cleanse is. A csapatunkat pedig ugyebár zárja, és Uther fogja zárni. Ami jó, szerintem. Tehát Uther lassacskán top support, mivel hogy már főleg már nincs Cleanse, meg ilyenek, de Zarya sose áll. Tehát Zarya gyakorlatilag pont ugyanazt tudja csinálni, szinte, hogyha úgy vesszük, mint Uther, azaz meg tudja védeni, mondjuk úgy, Genjit, hogyha nehetem oda kerülne, le lehet tenni egy pajzsot, és ez azért egy, vagy barrier, tök mindegy, és ez azért egy elég komoly plusz HP. Szóval látjátok, hogy olyan 2-3 szint között vagyunk eddig, 50%-os volt a nyerés arányom platba, szóval... Ja. Oké, ugorjunk bele a meccsbe. Jó van, akkor ugye bejöttünk a Sky Temple-on. És itt fogunk pusztítani a csapatok, csak még egyszer elmondanám őket. Genji, Uther, Troll, Zarya, valamint Dehaka, a másik oldalon pedig... Joanna, Valla, Batwing, Xul, illetve Varian. Most első szinten, picikét először is talenteket olvasunk, hogy igazából mi is mit csinál. Végül a Silver Touch-ot fogjuk felvenni. Ezt a talentet, igazából ezt a kombinációt így a Heroes világbajnokságon láttam, beismerem nektek. Ez a quest, ez azt jelenti, ennek a questnek az a nyereménye, úgymond, hogyha befejezzük, hogy egyszerűen kevesebb manába kerül a Kunk, ami a fő healünk, többé-kevésbé igen, a Kunk,
illetve itt meg fogunk halni, semmi baj, mi vagyunk útőr. És sokkal messzebb el tudunk vele érni. Ez ugye azért lesz jó, mert Genji egy olyan hős, aki bemegy, öldököl, és aztán kijön. Na most, hogyha Genji úgy megy be, hogy nincs meg egy support, akkor az igazán komoly problémát fog okozni. A quest teljesítéséhez arra van szükségünk, hogy gyakorlatilag sebzést nyeljünk el, amit például egyszerűen lehet olyan sebzésekkel, ami sokat sebez egymás után. Sok pici sebzés. Sajnos ilyenjük most nem igazán van, de később lesz majd. Szóval ennek az első templomok, eddig közelben nem történt semmi különös. Csak Genji bevallott, hogy be van szíva. Smoke weed every day. És ez csak az egy... Ez csak és kizárólag azért probléma, mert Genji egyszer az a hős, akire nagyon jól kell figyelni. Tehát én józanon nem tudok Genjizni, nem, hogy még beszívva, mint állat. Értitek a problémát, a helyzetet. Oké, de Genji nagyon-nagyon jól megvan a dologgal, az igazság. És meglepően jól tudja az egészet. Nagyszerű húzás dehakától rögtön ment rá aztán, és már is emlődik a fókusz. A harc az... lassacskán még kicsit vagyok blokkolok, tehát itt figyelnetek kellett arra, hogy egyszerűen vagyok blokkoltam az ellenséget, hogy ne tudjanak eljutni Zariához is. Zária ezért érte túl az egészet. Teljesen semmi van, nem semmi HP-m, szóval lelépek, aztán majd reménykedek, hogy tudok nyomni valakire valamiféle healt, tudtam is, nagyszerű, szóval minden király lesz. Negyedik szinten valószínűleg most fogok talentet pikkelni, főleg, hogy már véget ért a templom. Hát Holy Fire lesz, ugyanis ez több sebzés. Rengeteg sok méléjük van, 3 méléjük van, és ez szépen lassan összeadódik ez a sebzés. Az az igazság. Ezért választottam ezt a talentet, tehát nagyon más jó dolog úgy nem igazán volt. A questem már félúton készül van. Majdnem, hiszen összesen azt hiszem 80-szor kell sebzést csökkentsünk a... vagy a kunkkal, vagy a dupla vénkkel, és akkor utána ugye meg lesz a quest. Oké. Szóval eddig igazából nem történt semmi probléma sehol senkinek a részéről. Azt kell mondani, harcolgattunk, és minden gyakorlatilag olyan volt, mint a szokásos. Leszettük Mountról Johannát, és jeleztem is a csapatnak, hogy hey, rotálnak, szóval arra figyelni kell. De Genji meg akarja szerezni a kempet. Amit meg kell szerezni, ez egy taktika. A Sky Temple-on picit lefoglalt az, hogy milyen szépen harcolgatunk. Hogy a másik templom előtt megszerezzük azt a kempet. Ez a kemp fenn fog pusolni, azaz, hogyha elég sokáig harcolunk boton, akkor nekünk, vagyis akkor mi garantáltan leszedjük azt a képet ott fent a toppon, és pont ezért csinálunk ilyeneket, pont ezért szerezzük meg ezt a kempet most. És fenn is a templom, pont időben lesz megszerezve, pont jó lesz minden, szépen ki lesz erre számolva. Hearthstone-ozunk csak azért, mert alig van manánk, hiszen ugyebár útőr nagyon-nagyon egy mana igényes hős. És épp ezért, amint betelik a manánk, megyünk is vissza, és megyünk is harcba. Ők egy botcampet szereztek meg, a topot még nem szerezték meg, szóval jól állunk. Egy picit tanulgatjuk még a Silver Touch questet. De már majdnem, már félúton majdnem meg vagyunk a dologgal. Oké, ott lesz talán egy jó húzás. Nem biztos. Mondjuk benne teljesen biztos. Várján, rám akar majd jönni valószínűleg, de Genji elvonja egy picit a figyelmét, szóval minden király. Meg kellett healelni Dehakát, de sikerült.
És igazából minden rendben lett ilyen szempontból. Oké, okay. Mivel meghalt náluk Joanna, ezért mi képesek még megszerezni a templomot, gyakorlatilag nem igazán küzdhetnek velünk. Ilyen szempontból nem marcoltak velünk, hogy hey, visszaszerezzük a shrine-t. Nem, ezt el kell engedjék, ezt nagyon jól csinálják, ezt el kell engedni. Szókolni kellene, toppon is kellene legyen valaki, hogy ezt be tudja szókolni toppot nekik, hogy meglegyenek XP-ben. Viszont ez egy kis teamfight, hiszen beálltunk az ellenséges rotálás közé. Próbálom megmenteni Trallt, de nem vagyok benne biztos, hogy sikerülni fog. Nem fog. Viszont már ilyen nagyon-nagyon messze ment azért az egy killért, és az egész csapat ráugrott. Szóval ő is meg fog halni. Genchire pedig egyszerűen rámentek a healek, rámentek Zarya pajzsok is. Szóval megvan védve. Megvan védve. Gyakorlatilag a mi csapatunk úgy áll, hogy másfél support, valamint másfél tank. És egyszerűen az egy nagyon-nagyon jó párosítás, főleg Genchinek. Tehát ha valakinek, akkor Genchinek ez egy nagyon-nagyon jó párosítás. Illetve igen, csak így ennyi. Egyszerűen minden megvan adva arra, hogy Genji pusztítson, és erre fel mégis az X-Strike-ot tette föl. Amikor én csak és kizárólag azért hoztam útört, hogy nyom egy Dragon Blade-et, és a Dragon Blade-re én pedig rárakom a Divine Shield-et, és akkor gyakorlatilag megy pusztítani. Tehát ez gyakorlatilag annyi lenne az egész. Zarya megölte közben minden szólóban Vallát, ami nekünk egy hatalmas nagy nyereség. Na most ők igazából most tudnának, hogyha akarnának picikét harcolni, és igazából kellene is nekik, de mivel megvan halva Valla, ezért nem igazán fog sikerülni a dolog. Az az igazság. Varian jön, és igazából most látható is az, hogy mi történt Variannal, és ez még megpróbálja fog nekik okozni. Ha felnéztek oda topra, közben mint mondjuk dimensített Zarya-ra, hogy ne halljon meg. Ha felnéztek oda topra, fent a képet tetejére, hogy értettem. Már nem, de amúgy Zarya-t nem fog tudni megmenteni. Nagyon dehakált se az az igazság. Akkor látható az, hogy Varian Trimbates-et vett föl. Tehát szerintem ez egy hatalmas nagy probléma volt Variantól, hogy Twin Blades-et vett föl. Mégpedig azért, jó, persze van egy tankjuk, oké, nem probléma. Tankból nem lesz hiányuk, de egyszer egy. A Taunt Varian a legjobb Varian, illetve másodszor sokkal többet tudnának az lenni, hogy akkor, amikor beugrik Genji, Varian utána megy, letauntolja, mindenki rázuhan, és meghal. Nem beszéltem a buildemről, 7-es szinten a Guardian of Ancient Kings-et vettem föl valószínűleg, amivel, hogyha nekem is ezt kellett volna szállni, ezt vettem volna fel, hogyha ma játszottam volna a meccset, amivel, hogyha egy olyan hőst healelünk, aki megvan stunolva, rootolva vagy silence-elve, akkor 25% armor helyett 75% armort kap. A 75% armor az egyszerűen rengeteg sok armor, és hihetetlen mennyiség. Tehát gyakorlatilag nem fáj semmi. Gyakorlatilag nem fáj semmi, hogyha ekkora armort kap az engem, ott egy Divine Shield, de igazából ez kicsit rosszul jött ki, hiszen volt egy stézise ezekének. De ha kell, nem probléma. Tehát nézzétek meg, Taunt Varian, vagy úgy állnak, a Twin Blades Warrior nem tud semmit se csinálni. És mi erre gyorsan, ezen gyorsan kapitalizálva megszerezzük a boss-t, csak egy gyors boss, nem fog sok mindent csinálni. Tehát ez a boss, ez egy olyan boss, amit én úgy hívnék, hogy anti-comeback boss, mondjuk úgy. Tehát ez a boss, mivel mi csak 10. percnél vagyunk, tudjuk, hogy nem fog sok mindent csinálni. Leszedi ezt a fortot, és kb. Annyi. Leszedi ezt a fortot, talán leszedi
Egy picike kis falat. Egy picike kis falat talán még leszed, és ennyi az egész. Viszont, amit ez a boss ad nekünk, az igazából egy sokkal komolyabb dolog. Mégpedig az, hogy ők nem tudják megszerezni a bosst. Tehát nekünk most itt van egy ritmusunk. Most itt rotálunk. Én amúgy ezt a kempet pont úgy szerzem meg, hogy minél kevesebb DPS kapjak. Azért fogok így körbe-körbe, hogy egyszerre a három mélé egység közül csak kettő tudjon engem megütni. Legalábbis ez a terv. Szóval nem tudják azt, hogy titokban belopják a bosst, és akkor mi azzal kell foglalkozunk, és hogyha mi azzal foglalkozunk, akkor kiesünk egy picikét a ritmusból, és ők pedig nyernek maguknak. Ők pedig nyernek maguknak egy kis erőnt. Kis erőnt, egy kis helyet a pályán. 13 szinten a velmetet vettük föl. A velmettel, hogyha az én kell valakit stunolnunk, akkor gyakorlatilag olyasmi, mint egy shrink ray. Kevesebbet fog sebezni, és talán lassabb is lesz. Abban nem vagyok biztos, hogy lassabb lesz, de tudom, hogy kevesebbet fog sebezni. Ami nagyszerű egy variant win-re például. 16 szinten pedig a benediction-t vettük föl. Extra healek, extra minden egyes más dolog. Szóval egyszerűen csak minden extra volt egy divine shield, csak hogy delakad túlél a dolgot, de igazából meg volt az adaptation-e, szóval nem igazán kellett, mondjuk úgy. Nézzétek meg a velmet által elég sokáig kibírtuk a dolgot. Szóval most, hogy meghaltunk, mint útör, gyakorlatilag tudunk annyit csinálni, hogy egyszerűen csak szaladgálunk Genji után, és híleljük, és életben tartjuk. Gyakorlatilag útor, hogyha meghal, akkor bizonyos helyzetekben szinte jobb, hogy meghalt, mint hogy él. Mert egyszerűen sokkal gyorsabban tudja kipakolni a healt, és mivel rengeteg sok stand-juk van, a Guardian of Ancient Kings rengeteg sok value-t hoz nekünk. Tehát van egyszer Johanna Contempt, Johanna Blessed Shield, Valla Reign of Vengeance, Xul Bone Prison, és nem vagyok benne biztos, hogy a Polymorph az hat, az talán nem hat, az talán nem hat, nem számít Silence-nek, hogyha igen, akkor szóljatok. De értitek, tehát egyszerűen rengeteg értéket tudunk kiszedni a hírelésünkből. És rengeteg sok armor tudunk pakolni. Na most, ha jól tudom, akkor statisztikai képernyőn nem látszik az, hogy mennyi HP-t nyel el az útör pajzsok, az útör armor, bocsánat, amit ugye útörtől kap az ember, és épp ezért tudom mondani pajzsot, csak hogy talán túlélte, még én is túléltem, ami tök király, szóval ezért látszik úgy, hogy zárja többet healed, shielded, mint én, de igazából egyáltalán nem. Most a pozíció szempontjából totál hátul állok, és hátul szépen lazulok, mert nincs miért előre menni, ez az igazság. Nagyszerű root, nagyszerű stunok, és gyakorlatilag meghalt Johanna. Johannának nem kellett volna kimennie, tehát ez egy Johanna probléma volt, egy igen nagy, ugyanis miért? Tehát ha visszanézzétek a videót és visszagörgettek, akkor látudjátok, hogy Johanna kiment behúzni mindenkit, és utána már ment is vissza. Tehát az a kép az ott meg volt halva. Nem szabad olyat csinálni, amit Johanna csinált. Amit ők most kell csináljanak, az az, hogy minden lénybe beállnak szókolni, ahogy csak tudnak, és szókolnak, amennyit csak tudnak, majd utána belemennek egy teamfightba, és amint beugrik Genji, Redwing rányomja a polymorphot, rányomja az Emerald Windet, hogy még messzebb kerüljön, ne tudjak hozzáférni, ne tudjam meghílelni, ne tudjam divine shieldelni, leszedik Genjit, megállítják Genjin chain stunokkal, ugye polymorph, kinyomás, blessed shield, condemn, rain of vengeance, van ott dolog, amiben meg lehet állítani Genjit. Leszedik Genjit, és akkor utána 5v4-ben egyszerűen elvernek minket. Ezt kellene csinálják. Például most, amikor ugyanis van egy kis esély. Na most én ezt teljesen rosszul csinálom, most be kellene tegyem. Hiszen én, mint a solo support, fogtam magam, és elmentem kempezni, mert hát miért is ne? De a csapatom, hál' Istennek, és tényleg praise matchmaking most ez egyszer,
nem volt annyira hülye, hogy komolyabb harcba menjen 4v5-ben. Azt azért valószínűleg elveszítették volna, és ugyebár meg is halt Zarya, viszont valami csata folytán mi képesek voltunk megölni Variant, jó, nem Variant, nem beszélünk. Variant Xult, valamint Bitewing-et is. Ezen kívül szerintem, amit még az, hogy csinált az ellenség csapata, az, hogy szerintem Xul rosszul tett föl, hiszen sokkal-sokkal jobban járt volna egy Frost Mages-zel, hogy is hívják azt a másik talentet, másik heroikot, hiszen azzal ugyanúgy, gyakorlatilag az olyan, mint egy Force Wall, majdnem, ugyanúgy el tudják zárni Genji tőle. Tudom, hogy sokat beszélek Genji-ről, de ez az igazság, hogy a mi csapatunk, hogy Genji first pick volt, Genji köré épült eléggé erőteljesen, Uther-ről ugyebár és Zarya-val együtt. Nekik pedig nincs annyira rossz csapatuk arra, hogy elbánjanak Genji-vel. Tehát tényleg ott van Brightwing, aki még el is tudja nyomni őket, rengeteg root, rengeteg stun, de mégis nem akarok rosszani, de szerintem a Varian pick miatt történt meg, ami megtörtént. Nem jöttem el a pajzsot, de akár, mert reméltem benne túl fog élni, és túl is élte. Előttünk nyomva, mint állat, de igazából mindig nem probléma, semmi probléma. Még itt harcolunk, tra, rengeteg HP-t kap vissza. Ha pedig mégsem, akkor igazából pontosan így Bedivine Shield-elem, hogy vissza tudjon menni, tudjon még harcolni, illetve csak nyomom rá a híleket, ahogy képes vagyok, és igazából ezzel szerintem meg is fogjuk nyerni a meccset. Szóval, miért nyertük meg ezt a meccset? Először is a csapatunk köré buildeltünk, azaz azt jelenti, hogy ugyebár Genji köré, ezen kívül pedig ők nem buildeltek rendesen a mi carry hősünk, a mi hyper carry hősünk ellen. Egészen pontosan Varian képesség, Varian miatt, hiszen Varian egy taunttal, akár egy Colossus Smash-sel is így szét tudta volna törni az ellenséget. Így szét tudta volna törni Genji-t, és hogyha Genji meghal, mi is meghalunk, azt tuti. De ezt nem csinálták, és ez volt a probléma. Egyszerűen Varian szerintem rosszul pikkelt. Köszönöm szépen a figyelmet, próbáltam minél többet rámenni a buildekre, mert mutatok, hogy menjek rá és beszéljek róluk. Beszéltem, amennyit tudtam. Én Ryder voltam, hamarosan találkozunk, de addig is, ahogy mondani szoktam, játsz tovább!